Rád Attila vagyok, GraphTunic egyik alapítója. A történetem onnan indul, hogy 2002 óta fejlesztünk többet magammal hardvereket. 2002 óta egy céget irányítottam, ahonnan eljöttünk, kiléptünk a testvéremmel és egy másik sráccal, amikor a 3D nyomtatás az publik lett. 2009-ben történt egy nagy változás a szabadalmi oldalnak lejárt a 3D nyomtatókról. Köszönöm. A szabadalmi oldalon lejárt a RTM technológiai 3D nyomtatókról, és akkor figyeltünk fel mi is a technológiára, hogy ezzel jó lenne foglalkoznunk. 2013-ban el is határoztuk, illetve tettek mezére léptünk, és megalapítottuk a GraphTunicot 3-an. A korábbi cégemből kivált kollégáimmal, és igyekeztünk egy a legelső nyomtatónk, ami a címet is adta, ami a címet adta az előadásnak, az egy olyan nyomtató volt, ami ebből a Reprap 3D nyomtató világból jött ki. Maga a mozgalom az 2009-ben indult, önmagát reprodukáló 3D nyomtató a Reprapnak a magyar megfelelője. Ezek a nyomtatók nagyon-nagyon kezdetlegesek voltak, nagyon használhatatlanok, és nekünk sikerült elsőnek egy ilyet beszerezni, egy szolid nyomtató személyébe. Nekünk is azt gondolom, egy jó két hét volt, amíg használható, olyan tárgy lett belőle, ami úgy gondoljuk, hogy már hasonlított a képernyőn megjelenő valamire. A legelső nyomtatások pont ezek a krumplik voltak, ami a előadási címe is. De eljutottunk két hét alatt vele oda, hogy ezt mi sokkal-sokkal jobban tudjuk csinálni, mint ami a piacon elérhető. És tényleg arra próbáltunk fókuszálni, hogy egy mindenki által könnyen használható 3D nyomtatót csináljunk. Gondolkodtunk a legelőször, hogy open source megoldásokat használjunk, csak ezek a kezdetlegesség miatt nagyon olyan voltak, amitől később lemondtunk, és teljesen a saját fejlesztés irányába mentünk el. Teljesen elejéről kezdtünk el elektronikát fejleszteni, mechanikát fejleszteni, ezt a standard alkatrészekkel, majd utána teljesen személyre, tehát a ízlésünkre szabott alkatrészeket használtunk fel, és ebből született meg a Krapot, az első nyomtatónk. Amit bátran merek ajánlani mindenkinek, hogy próbáljuk találkozni, mert tényleg azt mondom, hogy mindenki által könyvben, akkor kérgomja mással lehet vele nyomtatni. Egyébként 2014-ben indítottunk egy Indiegogo kampányt, ami egy hónap hosszúságra terveztünk, alapból 40 ezer dollár volt a megcélzott összeg, ezzel szembe sikerült 260 ezer dollárt összeszedni, és adtunk el 500 nyomtatót. Kicsit alul gondoltunk egy-két dolgot, azt mondom, de magát a projektet végigvittük, az összes nyomtatót leszállítottuk egy kicsi késéssel. A gyártás az ebben a formában nehézkesen indult meg. Az ember kicsit máshogy gondolja, de ahogy skálázódik, és a tényleg már volumen kell gyártani, nagyon-nagyon sok nehézség görül az ember elé. Amit korábban készítettünk az előző cégemnél, is volt volumen termék, de az távol-keleten készült, és egyből készen doborosan kaptuk, ezáltal az nem volt ilyen dolgok, nem köztünk olyan feladatokban, mint a GraphTunicnál, hogy tényleg mechanikai összeszerelés, elektronika tesztelés, és igazán végül 14-ben lement az Indiegogo kampány sikeresen, azóta a befektetőt találtunk, több mint 2 millió dollárt kaptunk eddig, és folyamatosan van további tőkebevonás és a más termékeny fejlesztése. Jelenleg 3 nyomtatónk van, és nem hivatalosan a negyedik is, most már lassan
piacon lesz, és igyekszünk még termelékenyekről titokodott lenni. Köszönöm szépen! Nekem van is rögtön egy, azt mondtad, hogy ezek olyan nyomtatók, amik önmagukat tudják kinyomtatni. Akkor ez a volumen probléma... A Repra mozgalom indult el 2009-ben, de azok nagyon tákolnak, és mi azt szerettük volna, hogy tényleg egy nagyon könnyen használható nyomtató legyen, és ez mondhatni, hogy szemben ment a Reprappal, és ez nem Repra. Volt olyan kísérlet, kérés felénk, hogy áruljunk esetleg csak kitet, mert valaki nagyon szeretné összerakni a nyomtatót, és mi ettől igazán, hogy elzárkóztunk, mert az meg a mi hírnevünket rontotta volna, hogyha tényleg otthon is egy olyan nyomtatót rak össze az ember, amikor úgy nyomtatnám, amit a kijelző megjelente. Saját szoftvert is fejlesztettünk, amúgy hozzá, Crafter, ami ugye letölthető, nem open source, de szabadon felhasználható a szoftverünk teljesen, szóval aki akar egy picit ismerkedni a 3D nyomtatással, az a crafting.com-ról álló le tudja tölteni, és megnézni, hogy miről is van szó. Mekkora tárgyakat lehet vele kinyomtatni? Az alapgépünk az 25x20x20 cm-t tud kinyomtatni. Ehhez, hogyha tényleg kitöltöd a teljes tárcát, akkor azt mondom, hogy napok, szóval még nem olyan gyors a technológia. Vannak ennél sokkal-sokkal gyorsabb technológiák, a HP-nek mondjuk, de azok megfizethetetlen kategória, maximum bérnyomtatásban tudsz. Ez azt mondom, hogy tanulásra, otthon, iskolában a leges-leges legjobb választás az ilyen technológia. Kész tárgyakat kapsz belőle más 3D nyomtatási technológiákkal szemben. Milyen felbontása? Elméleti felbontás igazándiból magák a motorvezérlők szabják meg, de ez egy műanyag ömledék, szóval azt mondom, hogyha 10 mm pontosságú tárgyat tudsz körülbelül kapni belőle, van betemedés, előfordulhat, hogy milyen anyagot találsz, hogy milyen anyagot szeretnél nyomtatni, mi a anyagot nyitva hagytuk, szóval olyan, mint bármiféle tényleg a nyomtató szállat. Bármilyet fel tudsz használni, hogyha rosszabb minőségű kapsz, akkor ettől elférhet, de azt mondom, hogy 10 mm környéken. Köszönöm. Na, csak hát. Mennyibe kerül ismerkülcső gépek között? Gépek között igazándiból a kettő, ő a 300 ezer forint, a Crafbot, a Crafbot plusz igazándiból a neve. A második gépünk a Crafbot XL volt, az körül, ők egyfejesek, szóval egyszerre csak egy filament szállat tudsz nyomtatni, rétegenként tudsz színt cserélni, és mondhatni, hogy végtelen számú színt tudsz egy tárgyon belül használni, de rétegenként kell egy cseregetnek a szállat. A harmadik gépünk az a Crafbot 3, ő már az a érdekesség benne, hogy két különálló nyomtatófej van, ezáltal két teljesen különböző tulajdonságú anyagot is tudsz szimultán nyomtatni, vagy olyat is tudsz, hogy egyszerre két ugyanolyan tárgyak, vagy a tárgyaknak a tükörképét tudod kinyomtatni, és akkor kétszer produktívabb, vagy kétszer termelékenyebb. Ott még egy hátra? 2009 óta megjelent néhány 3D nyomtató a piacon. Én elég lépés vagyok, tehát itt a Thingiverse-ből letöltő dolog nyomtassátok ki nekem közi vissza jövő héten érte, vagy másnap, vagy amikor éppen ezt a dolgoljátok. Hogyha magamnak akarok venni egy ilyet, akkor miért a tieteket választam, és nem a 15-20-25-30-35, vagy nem tudom mennyi másikat? Azt tudom mondani, hogy pont azért, mert nagyon-nagyon felhasználó barát a nyomtatónk, a saját szoftverünket adjuk hozzá, ami a kettő nagyon szépen össze van hangolva, és mondhatni, hogy biztos lehetsz, ha valami tárgyat betöltesz, akkor azt szépen meg is fogod kapni igazándiból a kezedbe. Nem az lesz, hogy elveszett a nyomtatásod, és kezdted újra az egészet. Meg tudnád mutatni ezt a szoftvert? Fel kell telepíteni, igazából a crafting.com-ról le tudod tölteni, és ingyenes. Oké, köszönöm. Látni fogod. Egész jó lett, a Indiegogo videónkban is benne szerepel, akkor is meg tudjuk megérni, hogy nem tudom mennyi idő van, mennyi húzhatom. Egy perc.
kérdezhetek közben? Hogy a volt 3D nyomtatót gyártani, meg és csak itt mozgatunk el a 3-matól, elmegyünk a műanyagot, tehát mi az, amiben belefutottatok, és nem gondoltátok előtt, hogy ettől a szívás lesz, ami konkrétan. Konkrétan például a fej nagyon érzékeny, a MakerBot az egyik, régen az egyik legnagyobb gyártó volt, megjelent az ő szuper új szériájával, a Smart Extruder-es 3D nyomtatójával, és az akkora kudarc lett nekik, hogy magát a MakerBot már nevet egy picit földbe töngölte, és onnantól kezdve... De miért? Mi az a... Ott a potent nagyon a filament el tud akarni, szóval sok különböző tulajdonságú filamentet kell támogatni, és hogyha ezt rosszul csinálod, akkor az lesz, hogy pontosan, hogy a tárgyad nem fog megszületni soha a nyomtatóból, mert 5 centinként vagy akármennyinként elakad a filament, és onnan a igazándiból az olcsósítás miatt, olcsóság miatt itt a olcsó gépeken nincsen figyelve a filament. A tudóigétünkön a Carbot 3-on már van egy olyan feature, azzal is miattunk ki a világon elsőnek, hogy figyeljük a filament fogyást, és hogyha elakad, akkor és nem tud be, a nyomtató nem tudja elhárítani a hibát, akkor küldnek el egy e-mailt, és be tud szavatkozni. A régi nyomtatókból, illetve a régebbi nyomtatónkban, meg az olcsóbbakban ez a feature hiányzik, és pont az, hogy elindult nyomtatást, mész tud aludni, másnap reggel meg szembesülsz vele, hogy bocs, ez nem úgy sikerült. Tehát ez úgy, mint a kémát is felcsatlakozik a... Így van. Ez az? Ez a nagyon-nagyon-nagyon régi verzió, Kraftwerk, igazándiból helyezünk el a videóba. Én most hát kérdettem először, hogy ezek mik ezek a zöldek? Ezek támasztó struktúrák azért szükségesek, mert ha a tárgy az alulról kezd felépülni, és ott a nyomtató fejében, a levegőben nyomtatva is. Az annyira nem szokott sikerülni semminek, ezáltal kell egy support, egy támasztóték struktúrát is nyomtatni, hogy amikor odaér a tárgyhoz, addigra legyen szíven nyomtatni a fejnek. Ez azért szükséges. Vannak megtanulható olyan praktikák, amivel ezeket el lehet kerülni, és maga mindig csak a hasznos tárgya nyomtatódik, akár az a tárgy elhelyezése is ilyen lehet, vagy 45 fokos oldalak használata, szóval már kell tudni vele gondolkodni, hogy 3D nyomtatható tárgyat tervezzél, de nem akkor a gyöngyösségünk, ami ennek. Ez a maga a Slicer szoftver, amit úgy kell elképzelni, hogy kb. Mint egy MRI felszelezteli a tárgyat rétegekre, elkészíti magát a belső kialakítását a tárgyat, a szupor struktúrát hozzá, minél szellősebbre, levegősebbre kell nyomtatni, hogy könnyen eltávolítható legyen a tárgyról, de viszont a funkcióját be kell töltse és támaszza a tárgyat, amikor a fej odaér.